Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit január 19-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban rendhagyó módon két beszélgetéssel várjuk Önöket. Először Zemlényi Katica, Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezetője és karnagya a vendég, aki a kórus elmúlt évének történéseiről számol be, majd Tornyai Gábor plébánossal a közelmúltban megjelent Szellősét a című verses kötetéről beszélgetünk. A Vox Mirabilis kamarakórus kiemelt szerepet játszik városunk zenei életében. Hogy miként sikerült a pandémia időszakát átvészelniük, és milyen tervekkel indultak neki a 2021-es éveknek, erről beszélgettünk Zemlényi Katicával. Szép jó estét kívánok! Az esztendő elején fontos, hogy megismerjük, hogy a kulturális csapatok itt Székesfehérváron miként képzelik el a jövőt ebben a pandémiával terhelt világban. Vendégem Zemlényi Katica, Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezetője, karnagya. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást. Nos, milyen új dolgokról fogunk beszélgetni, megújult a honlap. Beleástam magam, sőt, most együtt nézzük meg a kisfilmet, azt a bemutatkozó kisfilmet, ami azt hiszem, hogy példa, és egy kicsit előre vetíti, hogy mi vár ránk ebben az esztendőben. A Vox Mirabilis kamarakórus ma Magyarország egyik legaktívabb és legsokoldalúbb együttese, köszönhető ez annak, hogy a kórustagok rendkívül elkötelezettek a kórus irodalom irányában, valamint lelkiismeretesek is. Ars Magna minősítésünk van, ami Magyarországon az egyik legnagyobb minősítés, és igyekszünk ennek megfelelően is minden koncerten maximumot teljesíteni. Magyarországon is nagyon sokat szerepelünk, nagyon sok felé hívnak minket, és nagyon komoly együttesekkel, vendégekkel lépünk fel, többek között Miklós Erikával, vagy a Virtuózok győzteseivel, vagy pedig a Szent Efrém férfi karral. Két nagy elköteleződésünk van, az egyik az ortodox kórusmuzsika, amiből már CD-t is adtunk ki, a másik pedig igazából a klasszikus és az eredeti magyar egyházi zene, ami kortárs egyházi zene és egyben, ami nagyon fontos nekünk, hogy a magyar zeneszerzők, a ma élő zeneszerzők műveit is bemutassuk. Elköteleződésünk, hogy külföldre is minél többször el tudjuk vinni a magyar kórus zenét. Nos, köszönjük szépen. Tiszta, világos és bensőséges, olyan, mint a Vox Mirabilis. Köszönjük szépen. No, hát egy kórusnak lételeme a fellépés, ezt kimondhatjuk már, pedig a Vox Mirabilis az egyik legtöbbet szereplő csapat volt itthon és külföldön egyaránt. Ez már hosszú év, esztendők óta így megy. Aztán hát meg hozzá kellett szoknunk, hogy a koronavírus járvány nagyon sok mindent elvett, viszont azt mondják, hogy bajban ismerszik meg az ember, és ez nem közhely, hanem ez valóban így van. Annak tükrében, hogy a hangverseny bérleteteket 10 esztendővel ezelőtt indítottátok el, és ezt ünnepelhettük volna 2020-21-ben, és ugye azt tudjuk, hogy a Farsangi Opera Parádé volt az egyetlen és az utolsó, ami lemehetett. Ilyenkor mit kezd a művészeti vezető egy olyan fiatal tetrekész csapattal, mint a Vox Mirabilis?
Nagyon sok mindent. Én úgy gondolom, hogy amennyiben nem tudunk a muzsikában részt venni, nem tudunk élő koncerteket adni, akkor forduljunk az online térhez, vagy forduljunk egy bensőségesebb dologhoz, hogy kis csoportokban próbálunk. Vagy forduljunk ahhoz, hogy a meglévő felvételeinkből mit tudunk kihozni, mi az, amit fel tudunk tenni, hogy a közönségünket ki tudjuk azért szolgálni. Karácsonyra például most egy ajándékkoncertet adtunk azoknak a bérleteseinknek, akik az idénre megvásárolták ezt a hangversenybérletet, de természetesen a bérlet jövőre is érvényes lesz. És hogyha már túl vagyunk ezeken az online dolgokon és a próbákon, akkor úgy gondolom, hogy a nem csak kórus felkiáltás, amit mi előszeretettel alkalmazunk, az felhatalmaz minket arra is, hogy a társadalmi eseményekben is részt vegyünk. Most például a maszkvarráson és az egyéb karitatív dolgokon kívül két nap alatt egy fél teherautónyi élelmiszer, tartós élelmiszer gyűjtöttünk össze Horvátországnak, a barátainknak, ahol mi már jártunk többször, és Horvátországból is jártak nálunk kórusok. És úgy gondolom, hogy akkor vegyünk részt olyanban, amiben mint együttes, mint csoport, mint talán kimondhatom, mint közösség részt tudunk tehát venni. Székesfehérvár, illetve Püspök atya felhívása nyitott fülekre talált Horvátország kapcsán a földrengés áldozatainak megsegítésére. Ez nagyon-nagyon jó. Viszont akkor menjünk sorba, kis csoportokról beszéltél. Ugye azt tudjuk, hogy egy kamarakórus önmagában is kis csoport, de miként lehet úgy felkészülni ezekre az online koncertekre, hiszen azért a nagy kihívás, hiszen a Vox Mirabilisnek van rangja, hogy az olyan legyen, mint ahogy és itt óhatatlanul is a karnagyra kell utalnom, aki maximalista, hogy megfeleljen. Nem könnyű. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem könnyű. Mi is megpróbálkoztunk azzal, hogy összeéneklünk és összevágunk egy-egy kórus művet, és föltesszük az internetre, vagy akár az oldalunkra, vagy a Facebook oldalunkra. Ez rengeteg idő. Meg tudjuk csinálni, de rengeteg idő, és nagyon nagy energiabefektetés. Tehát mi inkább úgy gondoltuk, hogy készülünk a következő koncertünkre, előre készülünk. Igen, kis csoportokban készülünk, 4-es, 5-ös, 6-os csoportokra osztottam a kórust. Minden ilyen 4-es csoportban van 4 különböző szólamú ember, és ők gyakorolnak, megkapják a kottát, esetleg segítek egy hangfelvétellel, és tudnak előre készülni, mert az élet nem áll meg. Várnak ránk a koncertek, a közönségünk vár minket, nagyon szeretnénk már élőben is koncertezni, és készülünk, hogy egyébként lehetett érezni már nyáron is, amikor kimaradt 2 hónap próba, hogy bizony visszatérni sem olyan könnyű, tehát fenn kell tartanunk ezt az éneklést, ezt a gyakorlást folyamatosan. Ugye a Tiszatavit Fesztivál az még megvolt, tehát azzal semmi gond, és azt hiszem, hogy az megint csak egy megerősítés. Én azt mondom a kórusmuzsika kedvelőinek, a szereplőknek, résztvevőknek, tehát kórustagoknak és a karnagynak is, hogy és Miklós Erikával voltatok, ugye, és Erika is beszámolt erről, hogy nagy siker volt. De ilyenkor aztán leül egy kicsit a történet, hogy megint jön a semmi, ha úgy tetszik. Hogyan lehet úgy készülni, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy rendkívül széles a csapat repertoárja. Nagyon sok mindennel lehet készülni, és én úgy gondolom, hogy nem csak a régi klasszikus műveket lehet elővenni, amik újak lesznek számunkra, hanem a kortárs műveket is. Nagyon érdekes, hogy például Maros Ajnával, aki a Virtuózokat most megnyerte, magyar nyelvű, felvidéki, de szlovákiai kislány, nagyon tehetséges. Vele nekünk már 3 éve folyamatos kapcsolatunk van, és az egész családjával, hiszen az ősbemutatókat, az runek miséket velük csináltuk meg, úgyhogy őt most újra meghívtuk hozzánk, és remélhetőleg élőben is látható lesz. Fontos nekünk, hogy a Virtuózok tehetségeivel együtt tudjunk működni. De éppen a mai napon kaptam Szergej Kosinski,
oroszországi zeneszerzőtől két művet, amit a Vox Mirabilisnek ajánl. Az egyik egy Fehér éjszaka nevű mű, a másik pedig egy Salve Regina. Már énekeltünk tőle, és nagyon tetszett neki. Tehát állandóan vannak előttünk feladatok, és ha vannak, akkor tenni kell érte, akkor gyakorolni kell kis csoportokban, vagy pedig esetleg egyénileg. Tehát az elmúlt esztendők rendkívül sikeresek voltak. Ehhez kellett egy olyan repertoár, ami teljes egészében lefedi a kórus muzsikát, egészen a mai napig, ha úgy tetszik. Tehát a kortárs darabok is rendkívül fontosak. Tudjuk, hogy ez neked is szívügyed. De hogyan tud a kórus ennek megfelelni, hiszen ez óriási kihívás egy ilyen időszakban. És ráadásul nagyon is jól tudjuk, és reménykedünk benne, hogy nem tart sokáig. Igen, a kortárs zeneművek azok azért fontosak a kórus számára, mert nagyon nagy kihívás, tehát nagyon nehéz énekelni, mégis valami nagyon extra jön ki belőle, és valahol Magyarországon és külföldön is az egy rangot jelent, hogyha valaki kortárs muzsikát énekelnek. De kortárs muzsikát nem lehet énekelni anélkül, hogy a többi korszakban nem éjjegyünk el, legyen az barokk, legyen az reneszánsz, vagy legyen akár a romantika, vagy a klasszika, tehát hogy mindenben tudni kell. A kortárs művek azok azért izgalmasak, mert mi felvállaltuk azt, hogy különösen a magyarországi kortárs zeneszerzőket visszük és megtanuljuk azért, hogy lássák a világban, hihetetlen műveket írnak, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos. Például Megyeri Krisztina is most írt nekünk egy új művet, amitől hát egy úgy kell, hogy mondjam itt télvíz idején, hogy kicsit fázunk, mert ő nagyon nehéz műveket ír, viszont a vége, amikor azt a rengeteg energiát beletesszük, akkor az nagyon jól tud elsülni. Kulcs szó a türelem ebben az időszakban mindenképpen. Tehát az, hogy üres és zártva tart a Zsolt utcai közösségi ház, ez azt hiszem, hogy a Székesfehérvár kulturális és zenei életének kedvelői számára is nagy megpróbáltatás. Hogy vagytok így ebből a szempontból? Vannak-e olyan tervek, hogy a megnyitás után miként lehet pótolni azt, ami elmaradt? Igen, vannak tervek. A bérletünk, ami erre az évadra volt alkalmas, a jövő évben is érvényes lesz természetesen, és hát úgy tűnik, hogy nekünk két évig kell ünnepelnünk a 10 éves évfordulónkat, úgyhogy igyekszünk mindent pozitívba átfordítani, hogy azok a nehézségek, amik történtek velünk, a kórussal, a kórustagokkal, azokat most azokba új energiát tenni, és újra készülni mindenre. Azt hiszem, hogy amennyiben már fogják engedélyezni, hogy 8-10 fő összegyűlhet, akkor megpróbálkozunk azzal. Egyik kollégámtól hallottam, hogy 10 perc éneklés után, messze állva egymástól és maszkban természetesen, 10 perc szellőztetés és megint 10 perc éneklés. Én bízom benne, hogy január vége felé már erre sor kerülhet, és végre örülhetünk egymásnak. Jó, tehát akkor megvannak a tervek, igen, megvannak, és ezek nyilván egyelőre még csak eshetőségek. Viszont gondolkodhatunk-e abban, hogy az online formában eljut hozzánk az a műsorterv, amit megterveztetek? Igen, mindenképpen. Tehát a közönségünket szeretnénk kiszolgálni, és a terveinket is az új honlapunkon, ami szerintem nagyon szép lett, közre fogjuk adni, a tervezett programjainkat is közre fogjuk adni, és szeretnénk megjelentetni egy-egy videót is, egy-egy beharangozót, hogy éppen most mivel foglalkozunk, mi az, amit tanulunk. Én úgy gondolom, hogy online gyakorlásban óriási művészeti munkát nem lehet csinálni, majd élőben lehet, ez egyelőre csak egy felkészülés. De muszáj, hogy előre haladjunk ebben, hogy amikor már tudunk együtt próbálni, akkor majd kicsit csiszoljuk a dinamikát, a tempót, hogy az tényleg olyan legyen, amit tőlünk elvárnak. Így van, érdeklődéssel és várjuk, nagyon-nagyon várjuk. Katica, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Tornyai Gábor, az öreghegyi plébános, mint tudjuk, régről tudjuk, elkötelezett a magyar irodalom iránt. Az elmúlt év egyik fontos kulturális eseménye volt, első verses kötetének bemutatója.
Az emberek, akik a mulandóság farsangján összeakadnak egymással, maskarát viselnek, és az állarc alatt sokszor nem ismernek rá saját testvérükre sem. Aki azonban tudja, hogy legjobb barátja, rokona, szellemének kedves, régóta nélkülözött társa az, akivel egy idegen test rövid időre feltöltött jelmezében találkozott, nem törődik a külsőséggel, és csak a lényeget, az ősi valóságot szolgálja a másikban. Ezzel a gondolatsorral köszöntöttem a fehérvári versek, a szép fehérvári versek megszületését az elmúlt héten a Paletta magazin nézőinek. Most pedig ismét verssel foglalkozunk, annál is inkább, mert egy számunkra, székesfehérváriak számára rendkívül kedves barátunk első kötete jelent meg. Erről is beszámoltunk a Paletta híradóban, illetve a híradónkban röviden, és ez nem más, mint Tornyai Gábor Szellőséta című kötete. Én azt gondolom, hogy Tornyai Gábor igéből lett versei csodák. És mindenek előtt, mielőtt nagy tisztelettel és barátsággal köszöntelek itt a stúdióban, Tornyai Gábor öreghegyi plébános első kötete, fantasztikus, jó ezt kimondani, mert hogy a szép versekbe is bekerült a Szellősétából jó néhány vers, és engedjék meg, hogy felütésként egy csoda gondolatsort megosszak önökkel Ködös reggel címmel, Dobogókőn 1, és 2018. november 7-én született. Ma reggel fátyolos függöny mögé bújt, aguló fák közül előtápaszkodó szürkeségben, esőhang utánzó páracsöpp koppanással és halott levélhullással kísért ködosztató szellőzúgásban nyújtóztatta fényes sugarú karjait a kelőnap. Örülök, hogy itt vagy velünk. No. Köszönöm a lehetőséget. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak az elmúlt esztendő egyik nagyszerű pillanata volt, amikor köszönthettük egy szentmise után Bobori Zoltánnal, a Vörösmarty Társaság elnökével együtt az új kötetet, az első kötetet, és nyilvánvaló, hogy aki ebbe beleolvasott, az tudja, hogy már alig várja a folytatását. Honnét jött az indítatás? Honnét jött az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy azokat a gondolatokat, amelyek versbe fűzhetőek, megoszd velünk? Mielőtt erre válaszolnál, azért elmondom a nézőknek, nyilván tudják azért, csak megismételjük, hogy a fehérvári versünnep zsűri tagjaként olyan gondolatsorokat osztasz meg velünk, illetve a versmondókkal, amelyre még maga Kubik Anna is mindig azt mondja, hogy hát ez igen. No, és akkor most jön a válasz a kérdésre. Köszönöm a bevezető gondolatokat, vagy a bekísérést ide ebbe a témába. Én nem terveztem azt, hogy nekem lesz kötetem. Nagyjából úgy kezdtem el írogatni annak idején a verseket, ahogy szerintem nagyon sokan. Először volt egy középiskolás korszakom, amikor írtam. Aztán azt éreztem, hogy úgy kicsit úgy elapadtam, elhallgattam, nem találtam a szavakat. És hát aztán ugye az életem, a papi életem során is azért szembe kell néznem nehézségekkel, akár lelki értelembe vett nehézségekkel, sötétségekkel, ami picit így a Szellősétában is előcsillan. És igazából egy ilyen nehéz időszak volt az, ami úgy újra elindította bennem azt, hogy írnom kell. Úgy éreztem, hogy keresnem kell valami olyan formát, eszközt, lehetőséget, hogy kiadom magamból, legalább magam számára azt, ami bennem dolgozik. És aztán ugye elkezdtem megmutatni barátoknak, ismerősöknek az írásaimat, aztán elkezdték kérni, hogy küldözgessem, hogyha újat írok, és aztán még így jutottam el Bobori Zolihoz is, akinek szintén megmutattam egy-egy írásomat, és ő nagyon föllelkesült, és elkezdett bátorítani, hogy jó lenne, hogyha ezt megmutatnánk. Ugye, olvasom itt, hogy érzéseket kezdtél el írni 97 őszén. Ugye ahhoz tudnunk kell, hogy 99-ben szenteltek fel, tehát már akkor foglalkoztatott a kicsit másként. Igen. Hogy azokat a gondolatokat, amelyek mélyrehatóak, megfogalmazd. Hogy választottál stílust magadnak? Egyáltalán kellett stílust, vagy ami belülről fakadt, azt leírod mindig? Én itt a kötet elejébe is beletettem, vagy kértem, mert jóval később született meg ez a Szenet című műfaj, amit itt kitaláltam magamnak.
mert hogy én azért is zavarba voltam ettől, mert hogy számomra az, hogy valakinek verses kötete van, az egy, ez egy nívót jelent, hogy ő azért mégiscsak valamit úgy tud alkotni, és én a saját írásaimat nem érzem, és azóta sem olyan nagyon különleges dolognak, hogy ebből verses kötetnek kelljen születnie. És éppen ezért igazából valahol így elkezdtem így keresgetni, amikor kérdezték is, hogy ez ilyen prózai líra, meg lírai próza, hogy versek is, meg nem is vannak benne, valamikor valami rímek, szókapcsolatok, meg szójátékok, szóval ilyen nagyon furcsa műfaj, és akkor így találtam ki ezt a bizonyos szenetet, mert hogy az járt a fejembe, hogy a szösszenetből, igen, és ez több, mint egy szösz, ez azért, és akkor így született meg, hogy ez, és így apostrofáltam azóta ezeket a kis írásokat, amiket azért mondom, hogy versnek sem lehet, szabad versként is lehet kezelni, vagy éppen valami kis könnyed irodalmi írásként is lehet kezelni, és ebbe a műfajba így pont belefér mindegyik. Különleges ez a stílus feltétlenül. Én azt gondolom, hogy egyedi mindenképpen, és semmiképpen ismerve a hivatásod iránt érzett elkötelezettséget, semmiképpen nem csak szösszenetekről van szó, hiszen megmutatod a mélységeket. Ez néha gondot is okoz, hiszen óhatatlanul is a hivatásodnál fogva bizonyos értelemben másként látod a világot. Igen. Amikor ezeket a szeneteket leírtam, és megfogalmaztam, ezeket alapvetően magam számára írtam, és osztottam meg egy belső bizalmi körrel. És ez bennem is volt kérdésként, hogy amikor mondjuk megjelenik egy kötetben, megjelennek ezek az írások, akkor vajon szabad-e nekem ezt csinálnom, hogy a papnak az imázsát ezzel rontom, vagy nem rontom, és utána rájöttem, hogy igazából megengedhetem annyiban ezt, hogy én a papságomban ember vagyok, pontosan ugyanolyan ember, mint bárki más, és azokkal a hitem mellett azért a saját emberi dolgaimmal ugyanúgy meg kell küzdenem. Annyi, hogy nekem van egy alapom, vagy valamiben bele tudok kapaszkodni, de a sötétségeimmel, útkereséseimmel ugyanúgy kell játszanom. Én az öreghegyi templomban néztem az arcokat, amikor a verseket kézbe fogták, és magukat kötetett. Hát igen, volt valami olyan áhítat volt az emberek szemében, és ez nem túlzás. Tehát ők megismertek téged azzal a tisztasággal, azzal a különleges tisztasággal, amit képviselsz a katolikus egyházon belül is, és ez most nem olyan jelzőszerkezet, hogy bárki más ellen mondom, hanem egy kicsit a stílusod is olyan mélységesen emberi, ami azt hiszem, hogy példa. Példa vagy és példakép. A fiatalok arcán azt láttam, hogy ez pont olyan kötet, amit ők furcsa dolog, de azonnali kötelező olvasmánnyát tenni. És utána megkérdeztem néhány héttel később egy fiatalt, és azt mondta, hogy azóta ezzel, hát azt nem mondom, hogy ezzel ébred és ezzel fekszik, de gyakorta forgatja. Én azért is nagyon hálás vagyok ezért a kötetért, mert hogy úgy élem meg, hogy ez nem az én könyvem, hanem ez egy csapatnak a könyve. Mert hogy itt van benne Pesti Ráhelnek az akvareljei, amik gyönyörű szépek, és azt szeretem Ráhelben, hogy amikor megkapta így az írásokat, és azt kértem tőle, hogy engedje, hogy megszólítsák ezek az írások, hogy tényleg megértette, vagy megsejtette azt, ami egy-egy írásban van, és azokban az akvarellekben megjelenik, vagy éppen a Stockinger Józsefének, akik ezt az egészet szerkesztették, tördelték. Még nem ültem le velük beszélgetni, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi alapján szerkesztették, és kerültek egymás mellé időben sokszor egészen távoli írások, de mégis lett egy belső rendszer, amiben ők is benne voltak. Szóval én úgy élem meg ezt a szellősítát, hogy az én nevem, vagy az én írásaim, de hogy ennek a kis csapatnak a közös műve, és ez nekem is egy élmény így, ilyen formában a kezemben. Igen, ezek tényleges találkozások. Igen. Mindenképpen. Igen. A irodalommal, hála Istennek, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy milyen fontos ez ezekben a vészterhes időkben nekünk. Van olyan, ami különösen kedves számodra? Sok-sok. Akkor egyet nézzünk. Én közben arról beszélnék, hogy amikor a versünnepen mi egymás mellett ülünk, vagyis hát egy sorban a zsűriként, akkor mindig arra figyelek, amit az imént már Kubik Annánál mondtam,
hogy kicsit másként közelíted meg a verset, mint általában, mint ő, mint színművész, mint Bobori Zoli, mint előadó művész, mint én az újságíró, mint Závodszky Noémi a színművész. Ez mennyire tudatos? Az van bennem, hogy magukban ezekben az írásokban is, és azért érdekes, azt gondolom majd, ha megszületik a második kötet, abban az már egy... Azt fogalmazok meg bennem, hogy ez a kötet, ez úgy indult el, hogy egy sötét pillanat, vagy sötét időszak volt, ami elindította, és aztán kiértem a fénybe. Pont a átszerkesztés miatt talán ez az ív nem érződik annyira, hogy vannak benne sötétebb és fényesebb versek, és utána pedig most már sokkal inkább a játék, és igazából, amikor a versünnepen vagyunk, akkor is inkább a játék az izgalmas számomra. Az előadóknak a játéka, hogy a fiatalok oda hozzák elénk azokat a verseket, meg ahogy én megélem és megértem azt, ami ott megjelenik a színpadon, és ezt próbálom egy ilyen... Nekem az az érzésem, hogy ti nagyon bölcs emberek vagytok, és nagyon komolyan értitek és érzitek, nálad különösképpen is szeretem, hogy mindig utána nézel a versek történetének, vagy az előadóknak a történetének. Én ott helyben, ami úgy megérint, és ezek a szenetek és írások is mind így születnek, hogy van egy érzés bennem, és próbálok nekik szavakat találni. És ott a versünnepen is ez a fajta játék van, hogy hallok valamit ott a színpadon, egy előadással találkozom, és azt próbálom odavinni az előadó elé, ahogy ez megérint, és akár elkezdek játszani vele. Egy ilyen írást is hoztam, ami nagyjából, vagy választottam, egy picit így ez, az a cím, hogy a szép hívása. A szépnek nincs szava. Csendesen lopódzik át a szemen. Aztán újhegy érintés simításával veteti észre magát. Szemérmes mosolyba öltözve bátorít, hogy láthatóság függöny mögé rejtett ragyogásába lépve, beüljek vele meginni egy koktélt a nagyon szép Isten által berendezett nappaliába. Nem baj, ha azt mondom én most, hogy ámen. És köszönöm szépen. És hadd mondjam, hogy várom a folytatást. Várjuk a folytatást. Köszönöm szépen, hogy Gábor, hogy megtiszteltél. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmet, és ne feledjék, ilyen verseket érdemes olvasni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!